Elnézést kérek, hogy így elbúzódott, de hát ezek a régi kávéfőzők, tudja, mert nem olyanok, mint a modernek. Sec perc alatt viszont úgy érzem, hogy a klasszikus íz mindenért kárpótol. Nem gondolja? Nagyon finom. Ugye, ugye? Mondtam én. Ha érződik rajta a törődés, érzi. Hozhatok még esetleg? Nem, köszönöm szépen, elég biztos? Volt. Biztos, biztos. Szóljon nyugodtan, ha bármire szüksége van, esetleg egy kis rákcsálni volt. Nem, köszönöm. Nem? Igazából jó lenne, ha elkezdenénk az interjút, mert nagyon sok dolgom van. Értem. És hogy fog zajlani az egész? Hogy kezdjük? Én felteszem a kérdéseket, ön pedig válaszol. Ezután egy-két nap múlva megírom a cikket, amit hogyha akar ön is elolvasod, és hogyha minden rendben talál, akkor már küldöm is a főszerkesztőnek. Értem, tehát megírja a cikket, és egy pár nap múlva visszajön. Nem, és... természetesen e-mailben fogom átküldeni. Értem. Nem. De ne tessék tőlem félni. Nagyon kezes bárány vagyok, nem bántok én senki. Szóval az első kérdésem. Ön, mint szakértő, mit szól ahhoz, hogy egyre több helyen látunk az utcákon eldobott szemetes zacskókat, annak ellenére, hogy egy 10 méteres körzetében legalább egy kupa található? Ez most komoly. Végül is. Ha erről kíván kérdezni engem, mint szaktekintély, azt gondolom, mint szakértő a témában, hogy a szemetelés nehéz és komoly probléma, és mindaképpen az embereknek nem kellene szemetelniük, főleg ha van kuka is, akkor nem kellene tényleg szemeteljük, mert úgy vélem, mint szakértő, hogy szemetelés rossz, de hogy igazán ártóan, velőben, harkolóan gonosz, pokol tüzébe áradott nagyon. Nézzen, ha nem tud nekünk válaszolni, akkor keresünk valaki más. Mert kérem, elnézést, nem akartam kommentálni. Kérem, foglaljon helyet. Csak őszintén szóval egy elég hülye kérdés volt. De nem magán múlik, csak értse meg. Próbáljuk védni a környezetet, de itt is, mint mindenhol, minden a pénzről szól. Kitehetjük mi a kukákat, de az embereknek egyszerűen kényelmesebb elejteni, úgy kicsúszik a kezéből, elfelejti tartani, kifújja a szél, és ez ellen ott van ugyebár a bírság, a törvényi szabályozás. Pénzbírságot bevezetni, mindenkit büntetni, aki szemetel, de ez pedig sajnos kivitelezhetetlen. Miért tartja kivitelezhetetlen? Hogy figyel? Igen, tessék, igen, ismételem a kérdést, kérem. Miért tartja kivitelezhetetlennek a szemetelésért járó pénzbüntetés? Most én arra gondolok az átlag emberek mindennapi szemeteléseire az utcán, elejtett csoki papírok és hasonlók. Szóval, hogyha önön múlna, akkor a minimális szemetelésért is járna pénzbüntetés. Abszolút, ez így van, hiszen egyetlen eldobott csoki papír is roncsolja a környezetünket és pusztítja a bolygónkat. Nem tartja azt egy picit szigorúnak? Dehogy szigorú! Kérem, értse meg, hogy az alapoktól kell kezdeni. Az elejtett csoki papírok, ezek társadalmi problémák, az emberek gondolkodásmódjában vannak. Alapvetően kell megváltoztatni az emberek környezet tudatos gondolkodásmódját. Fel kell nevelni egy olyan társadalmat, mely tisztán tartja környezetét. Értem, de arról még mindig nem beszélt, hogy miért tartja ezt kivitelezhetetlennek. Miért tartál kivitelezhetetlennek? Tegyük föl, ott van egy csoki papír, kifújja a szél a kezében. Mit tehetünk? Rajta kapják, mennyire bírságon? 1000 forintra maximum? Az nem igazán egy elrettentő erő, bár odafigyeljenek, de ehhez fel kell venni embereket, akik figyelik. Olyan embereket, akiknek levizsgáztatjuk, joguk van ahhoz, hogy bírságoljanak. Ha ez nincs, akkor kamerarendszert kiépíteni, adatbázist, amivel be lehet azonosítani az embereket a kamerákon keresztül, és ez elég nagy ráfizetés lenne, és nem is igazán tudná szolgálni a mi érdekeinket. Igen, értem. Ezt most föl kell vennem, elnézést, nem csak elég. Szia! Nem, még itt vagyok. Hallod, ez a csávó, ez nem százas.
Nem tudom, hogy ki tudunk-e belőled húzni valami. Jó, megpróbálom. Majd hívnak. Puszi. Jól van? Igen, persze, csak most nem van, igazán vagyok önmagam. Folytathatjuk? Hogyne, folytassuk. Akkor megint is már így nem sokra jutunk. Mesélnél nekem egy kicsit a múltkori incidensről? Hogy mondjam? Igen, jól hallottad. Mesélne az olvasóknak arról egy picit, hogyan ölt meg egy tucat ember? Én nem öltem meg senkit. Szóval ezzel nyugtatja magát. Mondja, tudom még tükörben nézni, vagy esetleg aludni? Takarodjon! Takarodjon ki a házamból! Vagy különben? Engem is megölt? Én nem öltem meg senkit! Én nem akartam semmi rosszat. Mindenki tudja, radikális változások kellenek. A világon már nem lehet segíteni. Én csak tenni akartam valami jót. De miért menekült el? Mami egy példakép volt az emberek számára, ha folytatja a munkát... De a helyet elmenekült. Miért? Egyszerűen... Nézze, sajnálom, hogy kihozta magából ezt, de... Tudnom kellett, hogy mennyi van magában. Úgy véljük, hogy van magában még annyi, hogy tegyen valamit ezért a bolygóért. Itt a négy ügyem. Hívjon fel, hogyha segít nekünk. De siessen. A bolygó nem vár örökké. Ó, és még valami. Szerezem meg új kávéfőzőt.